A visegrádi négyek országai közösen lépnek fel az Ausztriában elfogadott családtámogatási törvény ellen. Az osztrák kormány ugyanis a közelmúltban a családtámogatások indexálásáról döntött, melynek értelmében jövő év január 1-től az Ausztriában dolgozó külföldiek számára, akiknek gyermeke a munkavállaló hazájában él, csökkenti a családtámogatási ellátásokat. Szlovákia, Csehország, Lengyelország és Magyarország család- és ifjúságügyi miniszterei erről tanácskoztak Pozsonyban. Célom tohto stretnutia je vyjadriť náš spoločný postoj, obrátiť sa na Európsku komisiu a hľadať legislatívno-právne opatrenia preto, aby sme zamedzili platnosti tohto zákona. Ján Richter elmondta, további nyugat-európai országok is fontolgatják, hogy osztrák példára csökkentik a külföldi munkavállalók családtámogatási ellátását. Novák Katalin az Emberi Erőforrások Minisztériuma család- és ifjúságügyért felelős államtitkára a pozsonyi találkozón hangsúlyozta. Meggyőződésük szerint az osztrák döntés alapvető Európai Uniós elveket sért, ezért arra kérik Marianne Thyssen foglalkoztatásért és szociális ügyekért felelős uniós biztost, hogy azonnali és határozott lépéseket tegyen az ügyben. Az is fontos, hogy megakadályozzuk azt, hogy bármely másik ország önállóan egy ilyen döntést hozzon, hiszen meggyőződésünk szerint ez az Európai Uniós szabályokkal ellentétes. Tehát ez ütközik az Európai Uniós jogba, ütközik a szociális biztonságnak az elvébe. És most a V4 országok további 3 országgal együtt egy levelet fogalmaztak meg az Európai Bizottság számára, és azt kérjük, hogy az Európai Bizottság járjon el ebben az ügyben, az Európai Bizottság védje meg az európai szerződéseket, védje meg az európai jogszabályokat, tehát indítson egy eljárást majd Ausztria ellen, miután megvizsgálta ezt az ügyet. Meggyőződésünk az, hogy ebben az ügyben Ausztria nem az európai jognak megfelelően járt el, és meggyőződésünk az, hogy mi V4-ek, a V4 országok közösen, Közép-Európa hatékonyabban tudunk fellépni, mint hogyha egyenként érvényesíteni ezeket az érdekeinket. A V4-ek országai mellett Bulgária, Szlovénia és Litvánia illetékes miniszterei is aláírták a nyilatkozatot, és a kezdeményezéshez várhatóan további országok is csatlakoznak.